Hard Dog Race egy kutyás akadálypályás futóverseny, aminek az a lényege, hogy a kutyának és a gazdának együtt kell teljesíteni az akadályokat. Különböző épített akadályok vannak, természetes akadályok vannak, és kifejezetten erre a célra tervezett akadályok vannak. Tehát ez fontos tudni, hogy vannak olyan akadályunk, amik direkt úgy terveztünk, hogy a kutya és az ember is meg tudja csinálni, végre tudja hajtani. Az ötlet pedig az embereknek szánt akadálypályás futóversenyekből jött. Gyere közé! Jó! Bármilyen kutyával lehet indulni a versenyen, ami alapvető szabály, hogy szocializált kell, hogy legyen a kutya, tehát egy normál kulturált viselkedés elvárt a kutyától, ahogy a gazdától is. Ha az ember indul egy futóverseny, ott is elvárjuk, hogy normálisan viselkedjen. Valamint egy állatorvosi vizsgálat előzi meg az indulást, tehát mindenkinek kötelezően át kell esni egy állatorvosi vizsgálaton. A versenyünk a Béz névre hallgató, 6 km 16 akadály van benne, és van a Wild, az pedig 12 km és 22 akadály. Szeretnénk Magyarországon fejleszteni a kutyatartási kultúrát, illetve elősegíteni a fejlődését, partnereinket is így választjuk meg, illetve maga a rendezvényeinken is ez előtérbe kerül. Most legutóbb például ingyenes szívfélgesség szűrés biztosítottunk, ezt is a szponzoroknak, illetve a partnereknek köszönhetően, valamint igyekszünk népszerűsíteni magának a kutyaiskolának az intézményét is. Meg kell tanítani a kutyáinkat viselkedni, és meg kell tanulnunk nekünk is viselkedni, mint kutyásnak, hogy békesen tudjunk egymás mellett élni a nem kutyásokkal. Gyere, látom? Gyere! Áj, nagyon okos vagy, jól van! Jól van! Gyere le! Jól! Fekszik! Jól! Ronin volt a szolgálati kutyám. Még vele voltam együtt Afganisztánban, ő már 8 éves elmúlt, természetesen vele már nem futok, tehát ő már ilyen nyugdíjas állapotban. Ugye sajnos egy betegség miatt elvesztette az egyik lábát, de teljes életet élünk, amennyire lehet, orvosi felügyelet mellett azért még így játszunk, de Hard Dog Race életből már ő kimaradt természetesen. Tehát ő volt a Hard Dog Race arca, vagy ő a Hard Dog Race arca, vele kezdődött az egész, az első reklámfilmünkben is ő szerepel, amíg még lehetett, az összes versenyt lefutottam vele, de hát most már boldog kanapé kutya. A következő eseményünk tavasszal, itt Magyarországon, az a Béz lesz, a 6 kilométeres verseny, és ősszel pedig a 12 kilométert rendezzük meg újra.